Az oktatásba vagy a munka világába való visszavezetés a célja az idén szeptembertől induló dobbantó programnak. Alapvetően azoknak a tanulási zavarokkal küzdő, az iskola rendszerből leszakadó fiataloknak adhat egy második esélyt, akik már nem tankötelesek, de még nem töltötték be a 25. életévüket. A dobbantó elnevezés véleményem szerint egy fantasztikusan sikerült, egy nagyon beszédes, hiszen a dobbantónak a jelentése az, hogy lendületet ad számunkra, gondoljuk magunk példájára. Az igazgatónő szavai szerint valamennyiünknek szüksége volt, vagy lehet egy kis lökésre életünk során. Az említett korosztályba tartozó tanulók a lendület mellett államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést is szerezhetnek a programban. Aki tanulni akar, aki tanulni szeretne, az jöjjön és válaszol minket, mert Mindenki számára tudunk biztosítani valamilyen képzést, és még egy nagyon fontos, hogy mindenkit szeretettel várunk. Az oktatási hivatal szerint 56 ezer diák küzd beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel.